A teket nézzek, és itt a Dell Venue 10 Pro-t látható, egy 10 inches táblagépe, persze Dell-től Amerikában most úgy hívnak, hogy 5056. Jó, hogy ez megint egy update, az új Intel Cherry Trail és egy pár új dugóval, hogy mindjárt itt látjátok, USB-C típus. Itt még egy kicsit technikai adatokat látjátok, hogy Z8500 proci van benne, 4 GB RAM és 64 bites rendszer, és persze Windows 10-el nagyon szépen fut, és ami nagyon fontos egy pár embernek, hogy a Full HD 10.1 inches kijelzőn egy stylusszal is lehet majd használni, azt sajnos nem tudom bemutatni, de Wacom stylusszal lehet használni, ami egy szép újdonság. Itt persze egy ilyen kellemes Windows 10 gépen. Van egy hangszórunk ezen az oldalon, Kensington, és nem a hangerőszabályzó, hanem egy kicsi elrejtett microSD slot, ahol még talán egy SIM kártya és ide félne, hogyha talán LTE 4G-vel is majd kapható lenne. Akkor itt a start gomb, külön ki és bekapcs gomba tetején, egy kis LED-del, hogy lássuk, hogy töltődik-e vagy nem. 2 mikrofon se hiányozhat még mindig Dell-nél, és ezen az oldalon jövünk az érdekes részhez. Fejható jack, hangerőszabályzó, micro HDMI, hangszóró, USB 3 és az USB Type-C, amivel majd nem csak persze tölteni tudjuk, hanem még, ahogy már rá is van rajzolva, DisplayPortként is lehet használni, további USB 3 dugókat lehet itt rádugni, stb. Csomó dokkal működik ez majd, és hogyha csak sima billentyűzet vagy valamivel akarjuk használni az alján, továbbiakra is lehet majd ilyen dokkot hozzávenni. Itt van egy csomó extra, mint a Portable Speaker, Stereo Headset, Pro Keyboard, Venue Rotating Folio, stb., amit itt majd lehet hozzávenni, nem csak a dokkot, itt a Dell Venue 5056-nál, ami hamarosan november közepétől például Németországban már kapható lesz, 450-500 euróért kb. 108 GB belső tárhelyel is. Közben néztetek, nevem Gábor Lázs volt, és majdnem elfelejtettem a hátlapot, gumis, és persze 8 megapixeles kamerával itt is majd tudunk szép fotókat csinálni, hogyha nem csak Skype-olásra, vagy az első HD kamerát használni, amit most nem mutatok be, mivel ez még a nem készlék, és nem is final a kamera benne. Még egyszer köszönöm, hogy benéztetek, ne felejtsetek feliratkozni, Gábor Lázs volt, és legközelebbig.